Először is gratulálok a Fehérvárnak a győzelemhez. Sajnos mi hozzátettük a saját részünket ahhoz, hogy ma a győztes csapat a Vidi volt. Nagyon szomorú vagyok abból a szempontból, hogy nem tudtunk pontokat szerezni ezen a mérkőzésen, de maguk tehetünk róla, mert nem emlékszek olyan a pályafutásom alatt olyan mérkőzésre, hogy minimálisan 6-7 zipcert kihagyunk. Ez a mi tehetetlenségünk, és sajnos ezen nagyon sokat fogunk muszáj, hogy dolgozzunk. Főleg az, hogy ilyen nehéz ellenfél ellen, mint a Vidi volt ma, vagy végképp a kvalitás csapat, sajnos megmutatta, hogy kevés, a minimumból kihozta a maximumot. Persze mi is hozzá segítettünk, az második fél időben nagyon rosszul indultunk, egy rossz kirúgással, szöglettel. Utána jött a 11-es, sajnos mikor visszajöttünk a mérkőzésbe, mikor úgy tűnt, hogy tudunk gólt is szerezni és megfordítani az eredményt, jött egy nagyon rossz indítás kis Tomitól, és ebben eldőlt a mérkőzés, sajnos nem mondom. Egy pozitívumot találtam ebben a mérkőzésemben számomra, hogy 7-100%-os helyzetet kidolgozni a Videoton ellen, hát ilyet még azt hiszem egy csapat se tudott megcsinálni, de nagyon, nagyon szomorú a másik szemem, hogy nem tudtunk felőle kihozni egy gólt. Ezt meg arra mondom, hogy ez a mi tehetetlenségünk. Úgyhogy számomra egy nagyon szomorú nap, a mai nap, lehet, hogy van ilyen balnap, vagy vannak balnapok, remélem, hogy kivettük már a mi rossz napunkat evel a mai vereséggel. Úgyhogy még egyszer gratulálok az ellenfélnek. Azon leszünk az egész héten, hogy dolgozzunk, vagy kiküszöböljük a hibáinkat.